Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai napon járjuk körbe, ha nem is túl részletesen, de főbb mondani valónk azért erről szóljon. Mao Tse-tung és Kim Il-sung alkotásait, a Vörös Kínát és Vörös Észak-Koreát, ami nem is volt olyan vörös, az inkább egy ilyen önkibontakozás, egy Csukcse nevű ideológiát alkalmazva, tehát a sajátos papíron, ez szép dolog, a sajátos nemzeti népi adottságból, képességekből kiindulva a jövőre irányuló modernizáció úton haladt, Mao pedig alkalmazta erőteljesen a marxista ideológiát, nem ismerte túl jól Marx és Engels műveit, Lenint valamennyire, fordításban természetesen azon, hát nagy, én a nagy kifejezést nem dicsőítés szempontjából inkább használom Mao-val kapcsolatban, valljuk be, annyira nem szeretem a számháborút, de hát szokás azt mondani, hogy most ki volt a nagyobb gyilkos, Hitler vagy Sztálin, és így tovább, ez egy nagyon divatos téma, aztán arra hivatkoznak, hogy Hitler nem olyan hosszú ideig uralkodott, mint Sztálin, viszont mit tudom, a holokauszt alatt, meg általában hány embert ölt meg, hány embert küldött át Sztálin a túlvilágra, zárójelbe, de mindjárt kikeveredek, és visszatérek Kínához és Koreához, de az zárójelben egy nagyon szomorú hír, tegnapi eredmény, legalábbis tegnap került sor az internetre, került fel az internetre, egy Moszkvában működő, kitűnő, szakmailag kitűnő, félig meddig ellenzéki, nem kormánypárti, de nem is olyan radikális ellenzéki közvéleménykutató intézet, az úgynevezett Levada intézet szerint a lakosságnak óriási haladás az idézőjelben, a lakosságnak, az Oroszország lakosságának nagyon mintán végzett elemzés szerint több mint a fele pozitívan ítéli meg Sztálint. Ez egy nagyon komoly eredmény. Én az eredmény alatt negatív eredményt értelmezek, és azt hiszem ilyen arányban, mert volt, aki azt mondta, hogy nem nincs véleménye, 45-46% azt mondja, hogy a sztálini repressziók, a sztálini gyilkolászások, stb. Ezeket meg kell érteni, és nem szabad negatívan egyértelműen értelmezni, és 45% azt mondja, hogy hát ezek tényleg nagy bűnök. De viszont a pozitív megítélés a rajongástól egészen az enyhe, úgy elnézésig, ez már 55%. Ilyen, azt hiszem, Sztálin, mit tudom én, úgynevezett leleplezése, Nikita Hruscsov általi leleplezése óta, 56 óta, ilyen eredmény azért nem volt. Igaz, hogy akkor nem is volt közvéleménykutatás, de empirikusan akkor is tudtuk nagyjából, hogy mi a helyzet. No, de mindegy. Tehát vannak ilyen viták, hogy Hitler vagy Sztálin, ki a nagyobb gyilkos, stb. Megint csak nem történészként mondom, hanem napi szemlélőként, úgy, ha úgy tetszik, külpolitikai elemzőként, mert ez is a szakmám, az egyik. Hát Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára azt mondta nem olyan rég, pár napja, hogy a NATO költségvetést föl kell emelni, mert az oroszok, a szovjetek mindig is, és most megint az oroszok csak erőből értettek, és Hitlert is, Sztálint is, úgy lehetett megállítani, csak ha erőt alkalmaztunk. Azonnal olyan botrány volt Moszkvában, nem azért, mert mit tudom én, őket érintették, hogy Putyin alatt mi van Oroszországgal, azért, mert Sztálint szóba hozták és Hitlerrel összehasonlították is. Azt is úgy is elhangzott ez, hogy a hivatalos közlemény szerint mit képzel ez a NATO főtitkár, aki norvég, és Norvégia északi részét Sztálin szabadította fel, és a Vörös Hadsereg. Hát ez egy elképesztő válasz, és a külügyi szóvivőnő egy nagyon dekoratív, szép nő, Zaharova, akinek olyan éles nyelve van, hogy már Trump is rászólt meg, mit tudom én, mi visszaszólt meg, porcasztó beszól. Ez a nő meg azt mondta, hogy sajnos a NATO főtitkára, hát úgy látszik, képzetlen. Hát nem képzetlen, hanem adott esetben jól képzett, hogy bizonyos politikai erők csak erőből értenek, más rész pedig, hát a NATO-nak, ha végignézzük a történetét, hát ott is voltak, Isten őriz, hogy ezeket kimondom most, elég szörnyű dolgok. No, de mindegy, nem itt tartunk. Ott tartunk, hogy Mao
nem nagyon értett a marxista szakirodalomhoz, de azért 4-5 kötetben meg akarta az 50-es évek elején jelentetni a műveit. Akkor Sztálintól kért segítséget. Egy Judin nevű filozófust, kölcsön adta neki Sztálin, mint nagykövetet. Az a filozófus úgynevezett pártfilozófus volt, a 30-as években került előtérbe, amúgy egy paraszti család ivadéka, az nem lenne baj, maximálisan nem lenne baj. Az a baj, hogy ő nem volt egy nagy filozófus, és Hegelt azért, Kantot, stb. Feuerbachot talán, de nem nagyon ismerte jól. Különben ő a szovjet apparátusban még építőipari miniszter is volt rövid ideig, de ő nagykövetként oda került. Tehát Mao emberei, titkárai összegerebjézték az ő aranyköpéseit, úgynevezett írásait, sokban ők írták. Utána ezt lefordítják oroszra Judinnak. Judin kijavítja, ezt lefordítják kínaira. Mao megint átnézi az egészet, ez lassan már olyan volt, mint Karintinek van az a fordítási kis novellája, jött Adi sor, jött a Ganges partjaira, és a végén már Gangest Gangnak fordítják, stb. És németről magyarra, magyarul németre, és a végén pedig Adi híres verse helyett úgy kezdődik, hogy a Herzféle szalámiban sokkal több a só, ezt vegye tudomásul a nyájas olvasó. Tehát ez így a 6-szoros, 7-szeres fordításnál körülbelül így történt az egész. Na most érdekes módon Mao azért, aki nem értette az egészet, ahhoz, hogy megértsük, hogy ki volt Mao. Higgyék el, hogy ez nem bőbeszédésével részével, kell egy ilyen felvezető. Én készültem azért a mai előadásra, hiába vagyunk már a végén, hiába itt a nagyon jó idő, úgy le lehetne tudni, de nem, én nagyon készültem és vért izzadtam, mert egy csomó Mao írásból egy-egy mondatot kiemeltem. Ez akár történelmi hamisítás is lehetne, kiragadva valamit a kontextusból. De ezek nem kiragadott kontextusból kiragadott mondatok, ezek különböző Mao időszakokban, kb. 20 év alatt egymáshoz kapcsolódó mondatok. És én szó szerint felolvasom, Sztálin és Mao között mi volt a különbség? Sztálin diktátor volt, de azért ő grúz, orosz nyelvű ugyan egyházi szemináriumban, papneveldőbe járt. Ne értsék félre, nem akarom most az álszent embereket, stb. Ott nagyon álszent volt a légkör. Ott azt súlykolták Sztálin és másik fejébe, a valódi gondolataidat rejtsd el. Te most egy grúz faluba kerülsz, esetleg pópa leszel. Tehát ez egy nagyon érdekes volt az a papnevelde. Orosz nyelvű, de grúzok jártak. Ortodox, de nagyon sok grúz egyház, nagyon sok pozitív, ezt pozitíven mondom, például az egész, például az ima felépítés, stb. Nagyon sok mindent átvett egy ősi grúz egyház a katolikus egyházból. Sztálin nagyon, és azon kívül a világi műveltséget sem tiltották, sőt, állandóan voltak házkutatások, Sztálin dormatóriumokban, stb., de egy csomó könyvet nem vettek el, és így tovább. Sztálin megértette, és többször idézte is saját baráti szűk körbe, úgynevezett, akikkel ott dáridozott este, ez volt a szüke pártvezetés, hogy a gondolatokat el kell rejteni. Mao Tse-tung nem rejtette el a gondolatait, ez a nagy különbség. Ő olyan erősnek érezte magát, amikor még nem is volt hatalma, amikor egy Jenán nevű településen, egy úgynevezett hosszú menetelés után Dél-Kínában Mao másokkal megérkezett, egyértelműen még nem ő a pártvezető, ott elkezdi levagdosni a riválisai fejét, aki nála tízszer műveltebbek, Párizsba tanultak, Moszkvába tanultak. Mao egyetlen egy 1949 előtt, Oroszország előtt, Szovjetunió előtt, ő sehol nem járt külföldön, és még egyszer járt 57 novemberében Moszkvában, de sehol amúgy nem járt, semmilyen nyelven nem tudott, nem volt műveletlen ember, egy ilyen tanítóképző színvonal lett volna az övé, mert járt tanítóképzőbe, de azért ő nagyon olvasott volt, európai klasszikusokat és orosz írókat csak fordításban, rengeteget olvasott egyébként, és Mao nem volt, például volt a Horthy korszakban egy nagyon népszerű könyv, kínai könyv, de magyar fordításban, Li Yutang, mi kínaiak. Nem tudom, valaki látta ezt a könyvet, mindenkinek ajánlom, olyan olcsó most olykor ilyen antikváriumban kapható, Li Yutang, a Yu az úgy, hogy Y-U, a mi kínaiak. És abban le van írva bizony, hogy a kínaiak
a nyelvtudás az olyan nagy hátrány, nem azért, mert hát egy borzasztó megtanulni választékosan kínaiul beszélni is, meg írni is, ez egy nagyon bonyolult nyelv, hieroglifákra épülő nyelv. Az írás összetartja az országot. Az észak-kínai sokszor nem értette a dél-kínai, de közös írások volt, és így tovább. Na most Mao Tse-tung feleslegesnek tartotta, mint számos kínai értelmiség megtanulni egy világnyelvet. Rengeteg fiatal ember a 20. század elején Kínában már tanult, Európában, máshonnan, de még korábban is, hát ez egy óriási dolog volt megtanulni nyelvet. Ő nem. Ő csak kínaiul, ő írt verseket, én nem tudom megítélni az ő verseit, magyarul megjelentek Vörös Sándor fordításában a Kádár rendszer legelején, valamikor 59-ben egy ilyen kis kötet, Mao verseiben nagyon szépek, de hát nagyon olyan különös versek. De hát nekem viszont egy kínai diplomata, aki megjárta a kulturális forradalmat, Maohoz felemás módon visszajött, azt mondta, hogy ő is fordított magyarul kínaira, kínairól magyarra, azt mondta, hogy ezek nagyon közepes versek, de hát Kínában egy értelmiségi vagy egy egyházi ember kötelező volt, hogy megtanuljon verset írni, ahogyan Angliában a 19. század elején kötelező volt például rajzolni, megtanulni. Én nagyon irigylem azokat, akik szépen festenek és rajzolnak, mert hát az ember, amihez nem ért, az különösen fontosnak tartja. Én kínai létére én is biztos megtanultam volna, mint mindenki, ott külön tandárt volt. Mindegy. Mao megtanulta azonnal egy rövid mondatban összefoglalni, nem ilyen veretes, hosszú mondatokban, azt mondja, ez egy európai stikli, összefoglalni a gondolatvilága lényegét. Még egyszer azt mondom, nem sajnáltatom magam, de vért izzadtam, napokon át próbáltam innen-onnan összeszedni egy mondatot, ne féljenek, ennyit kiírtam, mindjárt fel is olvasom, ha lehet szó szerint, tehát nem interpretálom. Most én kezdem, és mondom az idézeteket, mindig úgy idézem. A szovjet diktátor Sztálin sosem tárulkozott ki annyira a nyilvánosság előtt, mint tanítványa részben, áltanítványa, mert utálta Sztálint az én szíveméért, és követője Mao Tse-tung, aki fiatal korától hosszan és szívesen ecsetelte a tulajdon nagyságát. Sztálin sosem írta volna azt le, hogy a tulajdon az milyen fontos dolog, fordítva. A tulajdon, Sztálin még Proudhont is idézte egyszer, a tulajdon bűn. Más kérdés, hogy olyan közegből jött, ahol az ő szomszédja, feltehetően a valódi édesapja, az ő szomszédja például súlykolta bele egy nagyon gazdag ilyen szőlőkereskedő és szőlőparcella tulajdonos, hogy minél több szőlőd van, minél több pénzed van a bankban, annál erősebb vagy, fiam, és annál okosabb. Sztálin ezt is meghallgatta. Mao viszont fordítva azt mondta, hogy a tulajdon az egy nagyon jó dolog, csak én birtokoljam, és nem a másik. Tehát abból indult ki. A kínai politikus egészen nyíltan szólt, akár nagy hallgatóság előtt is arról, hogy jogosnak tekinti embermilliók kiirtását. Sztálin soha nem mondott volna ilyent. Nordácsó Hitler sem mondott így ilyent. Ő sem mondta azt, hogy a zsidókat el kell gázosítani, ezt a mocskos fajt, stb. Így nyíltan, pláne mondjuk egy amerikai nagykövettel beszélgetve, mondjuk 1938-ban vagy 37-ben, de akár a kristály éjszaka után sem. Ott nem úgy volt, hogy ott, ahogy Sztálin is azt mondta, hogy a szociális védekezés első foka kifelé, ez gyilkosság, Hitler is azt mondta, hogy endlőzünk, a végső megoldás. Tehát higgyék el, Maónak nem volt, ő nem lacafaszázott. Ő kimondta, gyilkolni jó, az egy poézis. Gyilkolni nagyon szép, szó szerint ízézem most innen. Az olyanoknak, mint én, csak saját magukkal szembe van kötelességük. Mások iránt nincs. Mao Tse-tung, 1927. Ez marha érdekes mondat, nem, ha ebből kiindulunk. Máskor kijelentette, kell a személyi kultusz, egyszerűen szükség van rá. Hasonló őszintesség vezette akkor is, amikor azt mondta, egy-két agyonvert ember nem nagy ügy. Hát Sztálin is nagyon zárt körbe egyszer azt mondta, hogy egy ember halála az tragédia, egy százezernyi ember kiirtása a statisztika. De ez nagyon zárt körbe. Mao Tse-tung egy nagy gyűlésen mondta ezt. Egy-két agyonvert ember nem nagy ügy, vagy dialektikával kapcsolatban, filozófiával kapcsolatban. Mi a dialektikában hiszünk, ezért nem ellenezhetjük a halált. A halálban valami szép dolgot látott, csak akkor, ha nem ő hal meg, hanem valaki más.
És még néhány gyöngyszem Mao Tse-tung írásaiból és kijelentéseiből. Ezek leírt és leginkább publikált dolgok. Elvem, hogy azt teszem másokkal, amit nem szeretnék magammal megtenni. 5 év alatt 1,5 millió ellenforradalmát kell letartóztatnunk. Minden tekintetben támogatom, hogy minél több ember tartóztassunk le és végezzünk ki. Jelszavunk sok letartóztatást, minél többet. Ezt egy olyan pártkonferencián mondta, amelynek a tananyagát majd tanították az akkor még, azt hiszem, 500 milliárdos Kínába. Most én nem tudom elképzelni, hogy Kelet-Európa legvisszataszítóbb és legvéresebb kezű emberei, olyanok, mint Rákosi Mátyás, vagy olyanok, mint Gomulka, vagy olyanok Enver Hoxha, vagy Dézs, vagy akár még Ceausescu, aki nem volt rest olykor idiotizmusokat és durva dolgokat mondani, én nem tudom elképzelni, hogy ők ilyenekkel hozakodnak elő. Nem azért, mert más kultúrából jöttek, Mao ilyen ember volt, és ő egyesítette az ősi kínai gondolatvilágot a közönséges, hétköznapi banditizmussal, véleményem szerint. Amikor én nekem volt 8 hónapon át sorozatom Mao Tse-tungba a tévébe, én nagyon féltem, hogy a kínai követség, és előre figyelmeztettem, nagyítóval néztem ezt, valami olyan, nem mondjak, ami a diplomáciai jegyzék, volt már jegyzék, de nem véletlenül nem a kínai követség, másik követség, de minden, hogy legyen. És utána találkozom a nevezett diplomatával, azt onnan ismertem, amikor én a 60-as évek közepén elkezdtem egyetemre járni, ő is egyetemre járt akkor, de aztán jött a kulturális forum, visszahívták, mentő 5-6 évre építeni a faluba, faluhelyre valamiket, stb. És valami Lacinnak hívták őt, úgy messziről ismertem, nagyon jó, összebarátkoztam, voltam is párszor akkor kínai követség fogadásai. Na mindegy. És ő mondta nekem, mondom, hát én bizony tartottam, hogy ti beleszól. Miért azt mondja? Hát nálunk mindenki tudja Kínában, hogy Mao-nál véresebb kezű ember nem volt, de érdekes módon ezt ő úgy tálalta, hogy ő lefordította ezeket mindegy magában a kijelentéseket, az ősi mandarin alatt nem gyümölcsök értek, az ősi elit kínai nyelvre is úgy tálalta az egészet. Megint idézem Mao-t. Vagy mi öljük őket, vagy ők minket. Te meghalsz, én élek, ez az osztályharc. Szóval így sem Lenin nem védem, sem Sztálin, messze nem védem, de soha Marx sem, senki így nem beszélt és nem írt, mert nem tárulkoztak ki sokan, meg nem is gondolták szó szerint olykor így. Mao azt mondta, hogy ez volt a lényege, erre fűzte fel sokszor a mondani valóját. Ezek kiragadott szavak, mondjuk az ő művei magyarul is megjelentek a Rákosi korszakban, néha meg lehet ezeket rendelni, senki nem veszi meg, de néha az ember ilyen Erika Buchlein-on, Buchlein-on, vagy nem tudom hol könnyű megrendelni Mao vagy Sztálin művét, ezek valahol raktáron vannak és antikváriumokban, szóval még ott se veszik, valami 4 kötetben. Ott ezek azért meg voltak gyomlálva az európai kiadások számára, de a kínaiba nagyon érdekes, hogy megvoltak, és azt mondja, te meghalsz, én élek, ez az osztályharc. Idézem tovább. Némely kelet-európai országgal az az alapvető problémám, hogy nem likvidálták azt a sok ellenforradalmát, írta 57 elején Mao, a magyar 56-ra gondolva. Most aztán ihatják ennek a levét. Kelet-Európában nem öltek meg elég embert. És most jön a igazi nagy gyöngyszem Mao Tse-tungtól 1948-49 kérdőjellel, amikor is ő hatalomra került. Sztálin nem örült ennek nagyon, Sztálinnak jó lett volna kettéosztott Kína, Chiang Kai-shek Mao Tse-tung, ő egyensúlyoz, ő elveszi Mandzsúriát, ő elveszi Kelet-Türkesztánt. Érdekes módon Chiang Kai-shek, ha győz, akkor ez neki talán sikerül. Mao győzött, és ez neki már nem sikerült. És ez a gyöngyszem, amikor Mao egy külön kis cetlére leírta ezt, és ezt a cetlit a briefkóban, képzeljék el, volt neki is egy ilyen kis brieftasnia, hieroglifákkal kidíszítve egy ilyen, és ezt hordta. Más ember a kedvese fényképét, vagy a felesége fényképét, vagy mit tudom én, egy névkártyát, vagy pénzt visel a briefkóban, neki alig van más, ő azt írja, egy kis cédula hieroglifákkal. Ölnünk kell, igen, mi azt mondjuk, ölni jó. Na most képzeljük el ezt egy rövid fölvezetés, hogy Mao Tse-tung
Mao Tse-tung ilyen szövetségese lett Sztálinnak, és ő nem járt a Szovjetunióba, voltak Komintern, kommunista világpárt, voltak kongresszusok, és ő sosem nem ment ki. Az első kínai kommunista kongresszusok Moszkvába voltak. A kínaiak Moszkvába úgy jártak, mint az arabok, vagy általában muzulmánok Mekkába. A kínai kommunista párt sok tekintetben Sztálin irányította személyesen, nem mintha tudott volna kínaiul, de ő a kínai forradalmi mozgalmaknak a szakértője volt. Volt egy baloldali elhajlás, mondjuk Lili San, volt egy jobboldali elhajlás, egy ideig Lu Shaoqi, Mao későbbi riválisa, Mao meg is ölette őt, amikor Kína elnöke volt holott, mindegy, és gyakorlatilag, és később már a kulturális forradalom alatt, és ezek között, hogy lavírozott Sztálin, irányítgatta, most Chiang Kai-shekkel ki kell egyezni, most nem. Chiang Kai-shek oda küldte Moszkvába tanulni a fiát. A fia elvett egy orosz nőt, a fia kommunista lett, a fia kapcsolat besúgó is lett, a fia kapcsolatba került a szovjet politikai rendőrséggel. És utána Sztálin a 30-as években elárulta ezt a kisgyereket, vagy akkor már nem volt kisgyerek, hanem az Ural vidéken eloroszosodva egy kommunista gyári lapot szerkesztett Magnyitogorszkba, az orosz ipar fellegvárába. És akkor Sztálin Chiang Kai-shekkel cserélt. Ő kiadja neki a fiát orosz feleségestől, és cserébe Chiang Kai-shek letartóztatta a szovjet politikai rendőrség rezidenset, bizonyos Orlov-Lugányecet nevűt, és Sztálin azt mondta, hogy ez nekem egy pofon, ez az ember ráadásul sokat tud, ha sokáig kínozzák, kínai módszerrel leültetik, és mit tudom én, negyed óránként egy csöpp esik a fejére, stb. Ez sokkal veszélyesebb kínzás, mint egy, mit tudom én, agyonverés. Ilyenkor az ember után gyorsabban, és úgy érzi, cseppek, és utána mindent elárul, mert nem bírja már idegileg. Szóval borzasztó ezek a középkori kínai kínzási módszerek, szóval valaki elmagyarázta Sztálinnak, tudom is, hogy ki, és akkor egy Borodin nevű ügynöke Kínába, és akkor azt mondja Sztálin, a Chiang Kai-shek azt mondta, jó, kiadod a fiamat, én átadom a szovjet titkos hálózat vezetőjét. Átadták, a fiú elment, ő lett egyébként Tajvan második elnöke. Tajvan trónörökös lett, és hiába Sztálin ellen, Mao ellen, a Szovjetunió ellen nyilatkozott, tehát dolgozott, akkor bezárkozott a fürdőszobába, olykor sóhajtott egy nagyot, hogy mennyire jobb volt nekem gyári lap szerkesztőnek az Ural vidéken, mint Tajvan második emberének, aki a Fehérházba bejáratos, meg ide, meg oda. Ez van ilyen. Na és akkor megérkezik a szovjet ugye, elhárítás kínai képviselője, pár év múlva Sztálin rendez neki egy autóbalesetet a Krím-félszigeten és megöleti őt. Na mindegy. De mindesetre Mao soha nem járt a Szovjetunióba. Mikor Hitler megtámadja a Szovjetuniót, és a csapatok, a német csapatok, mint kés a vajba, mennek Moszkva irányába, Mao vadul csalódik Sztálinba. Ő hitt neki. Ő azt hitte, hogy a vörös hadsereg tényleg olyan erős, hogy Berlinig meg sem áll. Ő hitt neki, és akkor ő megelégedett volna, hogy Szovjetunió Japánnal kiegyezett. 41. áprilisában Japánnal kötöttek egy meg nem támadási, hát majd hogy baráti egyezményt. És azt hitte Mao, a szerencsétlen, ott Jenánban, ő egy kis hadseregnek volt a főparancsnoka, olykor, ha unatkozott, kivitte az utcára a gramofont a főtérre, ott táncoltak emberek, egy-két amerikai és angol baloldali ember, ilyen teljesen megvadult, fanatikus ellátogatott Jenánban, ott táncoltak, volt egy Anna Luisa Strong nevű újságíró nő, majd hogy beleszeretett a nőre, és így tovább. Ott jól érezte magát, amúgy miből tartotta el az egész társaságot, meg a hadsereget. Mao volt az egész környék és Kína talán egyik legfőbb drogkereskedője, ópiumkereskedője. Onnan ment az ópiumkereskedés, a nagy ópium út Mongóliából, máshonnan odavitték az ópiumot, és az ópium majd Shanghai felé, és a kommunista párt, amely rendelkezett Chiang Kai-shek által megszállt, és a japánok által megszállt területen hatalmas hálózattal, hát leginkább nem sztrájkokat szervezett, meg marxi-lenini ideológiára tanította a munkásosztályt, amely Kínában nem volt népes, hanem leginkább az ópiumot terjesztette.
ebből hatalmas pénz jutott, és akkor még nem volt második világháború, addig Hongkongban a kommunista pártnak volt egy lerakata. A Szovjetunió örült ennek, mármint a szovjet vezetés, ennél kevesebbet kell fegyvert, stb. Pénzt szállítani oda. Sztálin nem is törte össze magát. Ő Csankajseket támogatta, rengeteg szovjet repülőtiszt, ők harcoltak az égen, volt ott, a japánokkal nagyon sikeresen, német kommunista emigránsokat, akik a 20-as években külön kiképzésen vettek részt, küldtek oda, Hitler elől menekültek a Szovjetunióba, mentek oda harcolni, közben a náci Németország is küldött, ami hiába volt csak a japán szövetségese, meg volt az a hármas szövetség, Olaszország, Róma, Berlin, Tokió, Tengely, Olaszország, Németország, Japán, de küldtek, nagyon sokáig küldtek oda első világháborús tiszteket, aztán Hitler nagyon nem szívesen visszahívta ezeket, no de mindegy, és akkor bizony Mao arról ábrándozott, hogy Szovjetunió kiegyezett Japánnal, Kínát ketté fogják osztani, Japán megkapja a tengerpartot, plusz a Yangtze és Huanghu folyók termő deltáját, és egy kicsit a folyók medrét, és Szovjetunió megkapja esetleg Mandzsúria egy részét, az egészet nem, mert ott van egy ilyen japánféle vazalus állam, Mandzsúkó, a utolsó kínai császár annak az uralkodója, mindegy, de megkapja Kelet-Turkesztánt, a két Mongóliát, mert kettő van, belső és külső, és akkor ezt a részt, plusz még az egész hegyvidéki Kínát, egészen Tibetig, mert Tibet ugye az egy angol protektorátus volt, akkor lényegében az angolok a Tibetet Indiából lényegében, ha nem is kormányozták, de ellenőrizték. Ez egy nagyon komoly stratégiailag fontos rész volt, és akkor rám bízza majd Sztálin, ábrándozás az élet megrontója, az uralkodást, és én lassan, tehát a Kínának csak egy részét óhajtotta magának, de nem sikerült. Csankajsek azért erős volt, Szovjetunió 41 nyarán ugyan visszavonta a tanácsadókat, két nagy második világháborús hadvezér van köztük, például Csujkov, leendő marsal, aki beveszi többek közt Berlint, és Vlaszov tábornok, aki Németországban megszervezi a hadifoglyokból a náci barát, mondjuk ki, ő azt mondta, hogy hát egy független orosz hadsereget, ők tanácsadók voltak, több leendő tábornok ott volt tanácsadó Csankajseknél, nem Mao Tse-tungnál. És akkor Mao csalódott, és amikor Sztálingrádnál már volt a német, már voltak a német csapatok, és elérték Kaukázus vidékét, Mao megkezdte a leendő kulturális forradalom főpróbáját. És ezt a főpróbát megkezdte, és elkezdte a saját politikai riválisát, akik be voltak kötve Moszkvára, de nem nagyon mehettek már ki Moszkvába háború alatt, mert Mao ezt akadályozta, feleségét kiküldte, gyerekeit kiküldte, a jobb kezét Lin Biao tábornokot, Mao leendő riválisát, aki megszökött az utolsó pillanatban előle, de a gépet vagy lelőtték valaki Mongólia felőtt, vagy a gép lezuhant, mindegy, fel akart lázadni. Ez egy érdekes ember volt, nagyon tehetséges ember, de volt egy különleges betegsége, víz iszonya volt. Nem csak, hogy nem mosakodott, homokkal mosakodott olykor. Külön a tengerpartra hoztak neki homokot, átkvarcolták és azzal mosakodott. Mind az állatok teszik ezt. Ő annyira, ő ránézett egy vízre, egy pohár vízre egy fogadáson, és hány ingere volt. Érdekes ember volt ilyen szempontból. A villáját közel a tengerhez, mert ott jó a levegő azért, úgy építette fel, hogy az ablakok nem nézhettek a tengerre, be volt az a rész falazva. Most ez a Lin Biao marshal kint volt a háború alatt, és el is látogatott Sztálingrádra. Mao három gyereke, az egyik defektusos volt, a másik egy nagyon tehetséges fiú, meg volt egy lánya, akinek a memoáriait, orosz, saját memoáriait oroszul írta meg az apjáról. Most az is érdekes nagyon, hogy a három gyerek teljesen eloroszosodott, és amikor megindult a kulturális forradalom, a két gyerek, aki életben maradt, mert az egyik a koreai háború alatt meghalt, mint tolmács volt, elképesztően tiltakoztak először, hogy a Szovjetunió ellen papa, te miért lázadtál fel, abban a pillanatban elkergette őket. Nem tekintem gyerekeimnek, mindegy. Mao akkor, a sztálingrádi csata alatt, Mao azt mondta, hogy de kár, hogy mi Hitlerrel nem vagyunk kapcsolatban. Elkezdett tapogatózni, hogy Japánnal hogy lehetne kiegyezni. Mao akkor megutálta Sztálint, hogy felbuzdított minket, nem nyújtott elég segítséget, és csak akkor ijedt meg, amikor 49-ben, csak úgy véletlenül, mondjuk a Reichstag fölött
Igaz, hogy ezt megszervezték előre, jöttek a szovjet filmesek, és az emberek felvitték a zászlót. Az eredeti felvétel egyébként nagyon vicces, az eredeti. Egy Haldjai nevű fényképész archívumából megvette David King, angol barátom, a negatívokat. És ami mindenhol megjelent, egy szovjet katona föltűzi a zászlót a Reichstagra. De az eredeti felvétel úgy le van csúszva neki, és 4 darab óra van itt neki a kezé. Na most... Ilyen a történelem, ezek a 7 nazdok. Én néha azt hiszem, ha én már nem leszek, ki fog ilyen előadásokat tartani? Miért nem? Na most mit csináljak? Engem némely kolléga szerintem hülyének tart, hogy ilyeneket nem azt mondom, hogy a Szabolcs-Szatmár megyében a termelőerők és a termelőeszközök a Rákosi alatt nem voltak összhangban. Engem ha megvernek, ha megkínoznak, mondjuk, hát ha nagyon megkínoznak, akkor meg tudom venni. De nem tudok ilyeneket mondani, na mindegy. Na most az az igazság, hogy Mao 45 után nagyon próbált Sztálinhoz bejutni. Ez nem ment. Ez abszolút nem ment. És viszont 45. januárjában egy érdekes vendége lett Sztálinnak. Sztálin emiatt nem ment részegeskedni a Molotovval, Bériával, sokszor emlegetem ezeket előadáson, másokkal, Mikojánnal, Cimboráival, nyaralóban, hanem fogadta ezt a vendéget. Ez fontos volt számára. Ezt Csankasek fia volt, az a bizonyos fia, ez otthon érezte magát, oroszul beszélgethet a világ urával, Sztálinnal, aki kommunista elvtársa. Pár órára ő megint visszavedlett kommunistával. Sztálin tartott egy előadást, miért nem tudtuk ti engedni a Mao-nak? Miért nem lehet ilyen gesztusokat tenni neki, a kínai kommunistáknak? Ott van Magyarország, ott voltak, érdekes, hogy Sztálin ezt hirtelen eszébe jött, ott voltak választások 45. szeptemberében. Voltak választások. Megnyerte a kisgazda párt a választásokat. Alakíthatott volna egyedül kormány, de beengedte a kommunista pártot, a szociáldemokrata pártot, a polgári pártot, itt tévedett nem polgári párt, parasztpártot nemzeti. De ez egy részletkérdés. Valljuk be őszintén, ezért még Sztálint nem szabad hibáztatni, ezt ő nem tudta, mert ez egy apróság ahhoz képest, hogy embermilliókat írtott ki, meg kiéheztetett ki, mindegy, de ő nem tudta, de akkor is tudta, hogy 3 másik párt, tehát valójában pedig kommunista párt, szociáldemokrata és nemzeti parasztpárt, polgári pártot mondott, beengedték a kormányba, és bizony még a belügyminiszteri tisztséget is odaadták a kommunistáknak. De ez így is volt. Na most azt mondja, ez egy nagyon komoly dolog. Ti is engedjetek és higgyétek el, én is fogom támogatni ezt a rendszert, stb. Akkor még 40, akkor már Japánt legyőzték, de akkor még az Egyesült Államokkal jóba volt Csankajság, de akkor még nem dőlt el teljesen, hogy a sok fegyver, amit Mandzsúriába a japánoktól elrabolt, megszerezte tényleg jogos trófeaként, mert papíron letették japánok azonnal a harcok, alig voltak harcok a fegyvert, hogy ezekkel mi lesz. Akkor dőlt el. Becsapta persze Csankajseket, átadta nem szívesen, de átadta a kommunista hadseregnek. Mao soha nem győzte volna le Csankajseket, ha nem adják át az egész japán hatalmas armadiának a haderét. Még valami, egy csomó japán tiszt, ez abszolút nem publikus, és én nem is értem, hogy nálunk ezt miért nem tanítják, egy csomó japán tiszt, a légierő legjobb tisztjei, mert Sztálin azt mondta, hogy ő a saját szovjet tisztjeit nem küldheti el harcban, Csankasek ellen, mondta a kínai kommunistáknak, és a mandzsúriai kommunistáknak, akik külön voltak, de csomó japán tiszt kapott indulgenciát, fölmentést. Őket hazaengedik, ha egy fél évig harcolnak a Csankasekig ellen, boldogan harcoltak, képzeljék el, a kommunisták volt talán természetesen. Mondjuk annyi volt, hogy nagyobb gépeken harcoltak, tehát nem egy ember egy gépen, és egy kínai ott ült egy csőre töltött pisztolyjal, hogyha véletlenül öreg nem arra repülsz, akkor le fognak ölni. És a kínai kapott ejtőernyőt, ő meg nem kapott. Egyébként egy szörnyű dolog, hogy ez a háború, hogy részben persze nem mondom, hogy a technikai haladást azért minden háború fejleszti. Nekem egy nagyon idős szovjet, inkább orosz, mert cári időkben már az volt, sebész azt mondta 85 évesen, hogyha nincs a második világháború, akkor a sebészet, hiába vannak a legnagyobb technikai újítások, sehol nem tartana.
olyan emberanyagon dolgoztak és próbálkoztak, hogy rengeteg. Ha nincs a második világháború, akkor a szepszis ellen, akkor a penicillin igazi értelmezési, szepszis elleni küzdelem sem megy végbe, stb. Most a technika is nagyon fejlődött. A háború után megindult a szovjetek és az amerikaiak között a verseny, de igazából a németeknek a rakétáit mind a két fél, erről órákig tudnék, most ezzel nagyon foglalkozom valami miatt, tehát a Wernher von Braun és társai az amerikai rakétaipart fejlesztették, Wernher von Braun két helyettese és társai, 300 ember, köztük két Nobel-díjas matematikus, stb. 300 tudós fejlesztette a szovjet rakétaipart. Nem tudom, aki persze a fiatal barátaim nem emlékeznek egy ilyen Lajka kutyára? Biztos? Sajnos nem jött le a földre, és hát elpusztult, ott elégett fönt. Volt olyan kutya, amely már lement a földre. Na most például ez a Lajka soha nem lenne fönn a levegőn, de az amerikaiak se szállnak le a holdra olyan gyorsan, higgyék el, ha a német rakétaipar nincs, mint bázis, és így tovább. Ott voltak a lökhajtásos gépek. Ez egy, Verne Gyula azt írja egy helyen, hogy hát az egész emberiség története abból áll, hogy minél nagyobb ágyút, minél erősebb ágyút, minél nagyobb golyóval, és minél erősebb páncélzatot, amely megakadályozza mondjuk egy hajónál, hogy ez a golyó átfúrja a hajó oldalát. Itt primitíven, de ezt írta Verne Gyula. Ebben van igazság. Mert a háború után a szovjet MIG gépek, Mikoyan Gurevics, és az F gépek egymásról párhuzamosan haladtak, és a koreai háború elején kiderült, hogy a szovjet légierő nem rosszabb, mint az amerikai, hanem jobb. Igaz, hogy az elején nagyon sok embert vesztettek azért, mert be kellett tanulni nekik oroszul, vagy kínaiul, vagy koreaiul bent, hogy társalognak a levegőben. Na most ez nem ment, lelőtték sorra. Azon kívül az ha a bizonyos szélességi fokot, mennyi az a észak és dél között? Hányadik? 38. Köszönöm szépen. 38. szélességi fokot nem volt szabad nekik átrepülni, ez lehetetlen a lökhajtásos stb. Gépeknél, ezeknél a gyors gépeknél ez lehetetlen. Amerikaiak, ha kellett, még a Jalu folyón át repültek és elbombázták Kína északi részét. Mao Zedong akkor döntött el végleg, mert nem szívesen egyezett bele, hogy beleegyezik a háborúba, mindegy. Mindjárt erre is röviden rátérek. És Mao Zedong, amikor végül kinyomta Sztálinból, ha 49-ben megérkezik a Szovjetunióban. Megérkezik a Szovjetunióban, és 3 hónapra tervezte az utazást. Először is egy hónapot akart pihenni. Utána egy hónapot tárgyalni Sztálinnal, és utána egy hónappal az összes kelet-európai szovjet szatellit államokat, Magyarországot, Bulgáriát, Lengyelországot, és főleg Kelet-Németországot, amelyel Mao nagyon korán kapcsolatot létesített, sőt az 50-es évek közepén Moszkva nagyon irigyelte, hogy Mao-nak ilyen jó kapcsolatai vannak Walter Ulbricht-tal, és félt is. És volt olyan, hogy Walter Ulbricht a nagyköveten keresztül megkérte Mao-t is. Azt mondta, hogy mi a hús jegyrendszert nem tudjuk megszüntetni, Nyugat-Németországban topzódnak az emberek, annyi a hús, mi pedig, és akkor Mao azt mondta, éhezett Kína egy része. És Mao azt mondta, hogy annyi húst fogtok kapni, amennyiset. Leöldösték a disznókat Kínában. És hűtőberendezésű hajókon, meg a Szovjetunión keresztül hűtő, Mao vette ezeket Hongkongba, ezeket a hűtőládákat, és a disznóhús szállították Kelet-Berlinbe. Egész kelet-német lakosságot, mert nagyon népes ország relatíve, nem sikerült megetetni, de Berlinben olyan húsbőség keletkezett a Unter den Linden környékén, stb., meg a Friedrichstraße környékén, stb., amikor átjöttek az amerikai újságírók és fényképeztek, el voltak ájulva, hogy hirtelen mennyi disznófarm lett Kelet-Németországban. Tehát Mao végig akarta látogatni, mi lett ebből, a Szovjetuniót végig látogatni sem sikerült, de azért Leningrádba és főleg Sztálingrádba elvitték. Ez egy szimbolikus hely, Sztálin nevét viselő várost, és tényleg ott állították meg sokban a németeket. Másodszor is onnan már csak a Kuczki csata volt, ami még volt lehetőség, onnan már mese nincs. Most Mao Zedong nagyon rosszul érezte magát, és nem véletlen, hogy valaki kiszivárogtatta a környezetéből, Moszkvában,
hogy direkt ez egy provokáció volt a ravasz kínaiok részéről, hogy az ellenséget úgy kell megtéveszteni, hogy amit mi gondolunk róluk, azt a szájukba kell adni, és úgy terjeszteni az emberek között. Konfuciusnak egy ilyen nagyon leegyszerűsített mondása, elterjesztették Moszkvába, hogy maguk házi őrizetbe állt. Hát ő nem állt házi őrizetbe, de Sztálin naivul, Mao megérkezett ajándékokkal. Elég primitív dolog volt Mao részéről, hogy egy hatalmas szerelvény teli rizssel hozta Moszkvába. Na most ezt a rizst a szovjet pártvezetés részéről szabályosan kiosztották. Hát ezek őrjönknek, ahogy egy vázát hozott volna, vagy egy szép kínai festmény, amelyik nem olyan, mint az európai, vagy egyáltalán egy aranykarperecet, stb. Mao egyébként nem volt ostoba, mert például Kínában a szovjet nagykövetnek, a katonai attasénak, a hírszerző főnöknek amerikai Packard, meg amerikai Chevrolet autókat ajándékozott, melyeket megszerezte a Csankajság féle udvartartásból. Aztán Sztálin megtudta ezt, és azt mondta, hogy azonnal visszaadni. És a mi autónk semmivel sem rosszabbak. Hát persze, hogy nem rosszabbak némely autó, mert onnan lopták. Az ISZ autó az teljesen másra. Még a Pobjeda autó is egy német autónak a másra, csak sokkal alacsonyabb kvalitású. Hogy a Dacia nevű autó, ez nem lopása, de egy francia, az már legalább francia licenc alapján készült, és így tovább, de lényegében a legtöbb kelet-európai autó ez lopás. Nem bántom ezt, mindenki a Spice, a Shuttle-nek a szintén a TU az egyik gép, a változata, a Concorde is, hatalmas lopások is voltak, hát a legnagyobb lopás persze a B bombázó, amely Magyarországot is eléggé hát, tönkretette a második világban, ezek a B bombázók, két ilyen B gép leszállt, és a szovjetek nagyon későn adták vissza, szétszették, összeszerelték, és mindent lemásoltak, és így is 4 évbe telt, amíg egy ilyen B bombázót TU 104, TU 4 néven, mindegy ilyen polgári gépet, gyakorlatilag ez egy katonai bombázó is volt, ezt sikerült megcsinálni. Ott annyira lemásolták, hogy még a Coca-Colának, ezt már említettem az egyik előadáson, még a Coca-Colás üveg helyét is a TU gépen meghagyták, jó lehet, hát ott a Coca-Cola nem volt a Szovjetunióban. Sőt, az 1958-as amerikai kiállításon én, mint kisgyerek ott voltam, anyukám kivitt, és ott majdnem verekedés volt a Coca-Colaért, mert az amerikaiak írtatlan mennyiségű Coca-Colát szállítottak a kiállításra, és papíron egy ember kaphatott egyet, de majdnem verekedés volt, mert főleg ezek az egyetemi hallgatók, amerikaiak tudtak oroszul, láttak egy csinosabb orosz lányt, azt mondja, kapjon 3-at. És aztán a végén nem maradt. Na mindegy, és Mao Tse-tung Moszkvában rosszul érezte magát, ilyen kiforgásai voltak, hogy Sztálin a nyaralóba betetett egy nagyon kényelmes ágyat. Másnap vagy harmadnap Mao üzent Sztálinnak, hogy ő általában neki olyan a gerince, hogy ebben az ágyban fájdalmai vannak, nem tud fogadásra jönni, rosszul érzi magát, küldjenek fát, legfeljebb bükkfát, és az ő titkárai testőrei csinálnak ebből egy ilyen hencsert a számára. A végén. Sőt, adjanak neki téglát, gúnyolódott Mao Sztálinnal, és akkor ezeket arra a téglátra ráteszi, mert ő bizony partizán időszakában, Jenanban, ő megszokta meg. Na most a Mao Tse-tung körülbelül a harmadik heten kiderült, hogy semmit nem kínál neki Sztálin, és semmit nem ajánl. És akkor pedig mindjárt átérünk a Koreára, és csak az, mikor lettek ellenségek Sztálin és Mao, és akkor ezt befejezik mindjárt Koreának, és bele kell férni. És a titkára, jóval Mao halála után, a titkára, aki kitűnően tudott oroszul, mert Kárszki néven Moszkvába járt egyetemre, és a 30-as éveket ott töltötte, ő egy eloroszosodott kínai volt, de genetikailag és szellemileg a kínaiok nagyon érdekesek. A kínai gén, nehogy aztán engem itt valaki följelentsen, hogy rossz úton járok, a kínai gén nagyon erős. Kolléginával beszélgettünk, szegény Kati, kolléginával annak idején beszélgettünk, hogy a kínaiak, a mongolok miért félnek annyira a kínaiaknál, mert a vegyes házasságnál a kínai gén lenyomja a mongol gént. És egy vegyes házasságnál egy mongol gyerek, mongol-kínai vegyes házasságból egy gyerek a makarenkói nevelés legerősebb nyomása ellenére is kínai lesz.
Amikor a kínaiak a kulturális forradalmat beküldtek kémeket a Szovjetunióba, akkor orosz emigránsok ivadékait beküldték, mint kínai kémeket, és ezek, amíg nem buktak le, ritkán buktak le, nagyon ügyesen működtek. Orosz, úgy néztek ki, mint oroszok, anyanyelvi szinten legfeljebb egy kicsit régiesen, de tanfolyamot végeztek Pekingben vagy nyugaton, beszéltek oroszul, de csak olyan ember mehetett kémkedni szovjet területre, akiben negyed vagy nyolcad rész volt kínai vér, csak egy csöpp. Ez volt a kritérium, és egyik se állt át. Én legalábbis nem hallottam. Most olvastam egy ilyen kémkedés történetet a kínai Szovjetunió között. Moszkvában megjelent egy ilyen vastag könyv, primer forrásokra, ott nincs erről szó. Na most az az igazság, hogy ez a tolmács leírta, és vívódott, látszik, amikor ő írta beszélgetéseket Sztálin és Mao között. Ő Sztálint is nagy embernek tartotta, és Maót is, ő nem tudta eldönteni, hogy most orosz vagy kínai. Most egy részlet. A vacsora menet az autóban Sztálin és Xi Cső, Mao tolmácsa ült a pótülésen. Harmadik szemébe ír Xi Cső, aki egyben Kátszki néven volt Moszkvában, majdnem 8-10 évig, tökéletesen tolt oroszul, orosz feleség. Vacsora menet az autóban, Sztálin és Xi Cső, Mao tolmácsa ült a pótülésen, írja a tolmács harmadik szemében. Mind a két fő helyet maga Mao és Chou Enlai és Chou kapta. Azt azonban senki sem szólalt, senki sem szólalt meg, emlékezett Xi Cső, a levegő pattanásig feszült volt Mao és Sztálin között. A feszültség oldására csevegtem egy kicsit Sztálinnal, és megkérdeztem tőle, írja a tolmács. Nem azt ígérte, hogy meglátogatja a mi delegációnkat és Maót? Sztálin késlegetés nélkül azt válaszolta, de igen, de továbbra is szeretném. Miért nem hív engem Mao elnök a nyaralomba? Mielőtt befejezhette volna, Mao elnök megkérdezte tőlem, miről beszél vele? Nehogy meghívja hozzánk. Ott ült egy orosz tolmács is. Mao direkt mondta, így, hogy az orosz, egy Fedorenko nevű tolmács, aki később a Szovjetunió ENSZ képviselő volt, akkor fiatal ember volt, tudott kínről, Mao direkt mondta, nehogy meghívassa magát. Tehát, hogy Sztálin tudomásra jött, én itt vagyok a te vendégeid, de én úgy utállak. Azonnal beismertem, hogy épp ezt említettem Sztálinnak. Mao elnök azt felette, vonja vissza, nincs több meghívás. Újabb csend. Súlyos volt a levegő, mintha ólom húzná. Így utaztunk még fél óráig. A vacsoránál hideg és unott légkört uralkodott. Az elnök mindvégig némán ült, egyetlen egyszer sem szólalt meg. Amikor Sztálin kérdezte őt, elfordította a fejét. Mao 50-es éve, 1950 eleje, 49. decemberben, december 21-én Mao a Balsójban, a Sztálin 70. születésnapján, egyébként Sztálin 71 éves volt akkor, de az életében minden hazugság, ott ül a jobbján. Sztálin Rákosit megbízza, hogy szórakoztassa legalább a szünetbe, Rákos értes, mert én nem érek rá, de nézi végig, hogy Mao. Mao ott még nagyon kedves. De amikor már 50 elején, már 3 hét eltelik, és semmit nem írnak alá, nincs szó szovjet segítségről, nincs szó, hogy a Szovjetunió nem nyúl a kínai határokhoz, nem veszi el Mandzsúriát. Mao föl provokálta, nem akarja elvenni tőlünk Kelet-Turkesztánt, olyan messzi vidék, nincs pénzünk nekünk, Mongóliát is nem akarjuk már. Hát ő arról ábrándozott, hogy visszakapja Mongóliát, amely 1912 előtt, jól mondom, Kati, 1912 előtt a kínai birodalom, a mennyei birodalom része volt, és csak akkor szakadt el a cári Oroszország segítségével. Sztálin végül úgy döntött, megtöri a jeget, és bekapcsolta a gramofont. 3 vagy 4 férfi, Molotov, Béria, Mikoyan, egymással versenyve próbálta táncba vinni Mao elnököt, de egyikük sem járt sikerrel. Az egész dolog igen rossz szájízzel végződött mindenki számára. Sztálin nem kísérte vissza Mao Tse-tung a szállására, megkérte Mikoyant, hogy ő legyen helyett az ő képviselője. Mao Tse-tung megszólalt a kocsiban. Én már annyiszor olvastam meg ezt a dolgot is, mert jól elmondom fejből, ezt már nem akarom részletesen, de azt mondja, hogy nézze, Mikoyan elvtárs, most már megszólalok. A nagy Konfuciusz azt mondta, hogy ha följutunk a hegyre, ne rögtön induljunk lefelé, hanem pihenjünk meg egy kicsit. Én most megpihentem. Miért hoztak minket ide Kínába? Hogy együnk, aludjunk, elnézést, és szarjunk?
Ezt mondta, szó szerint. Tudja, én otthon is, Pekingben nagyon jól tudok enni, aludni és szarni. Ezt a szép derék kifejezés megismételte vagy 7-szer. Mikoján behúzta a nyakát. Amikor Sztálin elküldte őt 48-ba inspekciós útra Kínába, gyönyörű Németországban rendelt szaboktól ruhába, kalapban, aranyórával megjelent Mikoján, ma azt mondta titkárainak, testőreinek, az említett Sicsőnek is, hogy irigylem ezt az embert, egy nagy birodalomnak még csak nem az első embere, de hogy néz ki, és hogy nézek én, egy kínai paraszti vadék, egy tanárképzőt végzett ember, ez járt Amerikába is, ez tárgyalt kezet fogott Roosevelt elnökkel. Engem Sztálin nem bíztatott, hogy kimenjek Amerikába, én le is mondtam az utat Roosevelthez. Én ki vagyok hozzá képes senki. Ott az autóban, Moszkvában, ahol tényleg megmérgezhették volna, letartóztak, bármi lehetett volna, ott ő erőstek érezte magát maguk. Azt mondja, hogy kérem szépen döntsék el, aláírják a szerződést, vagy nem. És Sztálin nagyon ritkán volt ilyen eset Sztálin életében, mindjárt áttérünk röviden, még kimérszerre van 15 percünk, 20 percünk majdnem, Mao Sztálin megtört. 1950. február 14-én aláírták az új alapszerződést Kína és a Szovjetunió között. A Metropol szállóban Mao fogadást adott Sztálin tiszteletére. Az egész orosz bombódot, ott voltak a leghíresebb írók, ott voltak a művészek. Mao úgy remekül beszélt, és szinte európai módon viselkedett, ami számára nagyon nehéz volt, és ez egy megerőltető dolog volt, és azt mondta, hogy a világ legnagyobb embere Sztálin, kockáztatom azt mondani, hogy Marxhoz és Leninhez hasonlóan ő a legnagyobb ember a világon, és éljen 1000 évig. Kínai nem ilyen szó szerint kell venni, amikor azt mondják, éljen 1000, sok évig. Hogy azt mondták, hogy virágozzon 100 virág, így csapta be ma az értelmiséget, mindenki leírta a gondolatait, aztán mentek a kóterbe, mentek a kínai gulágra, amely sok, még az orosz gulágnál is szörnyebb. Ez nem ilyen szó, hogy virágozzon 100 virág, minden irányzat érvényesül. Aki a kínai beszédet szó szerint értelmezi, az egyszerűen nem ismeri a keleti embereknek, és azon belül a művelt kínai embereknek a gondolat mondja. Aláírták a szerződést. Sztálin lemondott Kelet-Turkesztánról, nem a szerződésben, de verbálisan, és lemondott Mandzsúriáról. A mandzsúriai pártszervezet már kész volt arra, hogy átálljon, és a Szovjetunió része legyen. Kelet-Turkesztánban végig háború volt. 30-as években is Szovjetunió hol Csankajság kormányzója oldalán harcolt, hol pedig a csankajsok ellen fellázadt ujgur, ezek nem kínai, hanem a mi rokonaink, ha igaz, felkelők élén voltak tábornokok, ezek ilyen abszolút nem kommunisták voltak, de mind beléptek a kommunista pártba. De a kormányzó is belépett a kommunista pártba, és ellátogatott Moszkvába, az a kormányzó, aki korábban százával végeztette ki személyesen is a kommunistákat, a kínai kommunistákat. Na most Puskin nagykövet, aki Budapesten volt nagykövet, főkonzul volt ott akkor, a háború alatt, másik világban nyilván belügyes is volt, sőt biztos, és akkor majdnem megszerezte a Szovjetunió Kelet-Turkesztán, mondjuk Sanghajt, ha megszerzi, akkor amerikai, nem mondom amerikai háborút, de atombombával fenyegetve nyilván kikergette volna onnan. Kelet-Turkesztán olyan messze volt, hogy simán megszerezhette volna. A kínai kulturális forradalom alatt ott volt felkelés, hát most is olyan ellenállás van ott, nyilván olvassák olykor a sajtot. Az ujgurokat csak kiirtani lehet, ők soha nem, ők büszke náció, mindegy. És akkor Sztálin lemondott Kelet-Turkesztánról is, és kivonta onnan a katonai tanácsadóit. És Kínának pedig 300 millió amerikai dollár értékű hitelt adott, évi 2%-os kamattal és 20 év múlva kell visszaadni. Na most ez ajándék, ugye ez egy ajándék, aki ért a gazdasághoz, az tudja, hogy ez egy ajándék. Azon kívül Sztálin ezt a 300 millió dollárt fegyverre a Szovjetunióba kell fordítani, licenzekre és fegyverre. A legmodernebb fegyveret megkapta Kína részben. Hruscsov volt az, aki ezt a folyamatot megakasztotta, mert már nem adott nekik atombombát, nem adott atomtudósokat kellő mennyiségben, és Hruscsov azt mondta, ugyanaz a Titóval való konfliktus tök olyan, mint Mao-val konfliktus részén, mert Tito is azt mondta, hogy adjatok nekünk modern fegyverekre vonatkozó licenceket, mérnököket, mi felépítjük a jugoszláv modern fegyver
gyárakat és a jugoszláv flottát. És azt mondja, Sztálin, nem adok, mert mi megvédünk titeket. Ez nagyon sértett, nem csak sértette, de fájt Titónak, és rájött arra, hogy nem akarja őt fejleszteni. Mao Hruscsovval többek közt ezért, de nem csak ezért került szembe, 58-59-ben, mert 57-ben még másodszor ellátogatott Moszkvába, Hruscsov akkor észnél volt, és Maót a Kremlben a legjobb helyen elszállásolta, és úgy körül udvarolta, hogy ez a nemzetközi pártok tanácskozása volt 57 novemberében, ott is Mao szörnyű dolgokat mondott, azt mondta, hogy a imperializmus az egy papírtigris, meg lehet bombázni atombombákkal, erre valaki a Toljáti közben szól ezen a zárt tanácskozáson, hogy hát, és mi lesz akkor Olaszországgal? Azt nem érdekes, olaszok nem fognak élni, de a 600 millió kínaiból 300 millió megmarad, és győz a világforradalom. Ezt mondta Mao, és így tovább. Meg, hogy a keleti szél legyőzi a nyugatot, a világfalú legyőzi a világvárost. Ilyen dolgokat is mondott, de azért Hruscsovot megsüvegelte akkor is, a Szovjetuniót is azt mondta, hogy azért a testvérpártok közül az igazi hát párt az a szovjet, és pár év múlva kutyafejűeknek nevezte Mao az oroszokat, és pár év múlva hát szörnyen szembe került. Én azt mondtam, hogy Mao-nak ez az útja végül Hruscsov, Sztálin nem engedte őt ki, ezért a Kelet-Európában nem járta végig. Mao visszament elkeseredve, és Sztálin pedig azon kezdett gondolkodni, hogy rengeteg szovjet tízezer tanácsadó elment oda dolgozni. Szovjet légierőt oda telepíti, ahogy telepítette is, és az amerikai bázisok voltak Tajvan, Okinawa, Japán sziget másod, és onnan jöttek az amerikai F-gépek, innen felszálltak a MiG-gépek, állandóan összecsaptak, még egyszer azt mondom, először egészen a koreai háború utolsó szakaszáig a szovjet gépek jobb voltak. Amerika viszont megint megismétlődött a 40-41-es Németország, náci Németország elleni szindróma. Amerika rájött arra, hogy a világ 40. hadseregével, nem erőt képviselő, de létszámot. Amerikának alig volt hadserege, nem volt hírszerzése, katonai volt, civil nem volt. És akkor annyi pénzt fektettek be az amerikai haderőbe, akkor olyan nagy hadsereg lett Pearl Harbor után, amikor a flottájukat tönkretették, olyan modern flotta épült. Annyi légerőt telepítettek később Észak-Afrikába, betörtek Olaszországba. Azért a DD magunk között nem az angolok érdeme elsősorban, bár a övék is, és a kanadaiak is, de főleg az amerikai is itt tovább. Ugyanezt történt. A koreai háborúban súlyos vereséget mértek kétszer az amerikaiakra. Először úgy, hogy ők támogatták Dél-Koreát, vereség. Majdnem kisöpörték teljesen amerikai tanácsadóstól, csőstől mindenkit a Dél-Korea, az Észak-Koreaiak a délkerületben. Másodszor, amikor amerikaiak följutottak Pyongyangig, elfoglalták, 38. szélességi fokon túlmentek, akkor bejött a kínai úgynevezett önkéntes haderő, Pen Dehuai marsal vezetésével, és akkor bizony az amerikaiakat megint lenyomták, és Szöult másodszor is Észak-Korea elfoglalta. Akkor megint visszamentek az amerikaiak, de már nem mentek át, mivel MacArthur tábornok, aki a II. Világháború csendes óceáni térség alatt vívott csaták hős hadvezére, azt mondta, hogy 50 kis taktikai atombombát le fogok dobni Észak-Kínára, és elfoglalom egész észak-koreai félszigetet is. A Truman leváltotta őt. Nagyon nem mert. És akkor Truman azt mondta, hogy egy egyszerű ember volt, a maga módján egy egyszerű ember. Amikor ő megszűnt elnöknek lenni, az első nap őrség nélkül az őrséget elkergette, beült a kocsiba, elment a legelső piros lámpán, elszokott már a vezetéstől, elromlott a kocsi, álltott szerencsétlen, stb. És oda ment a rendőr, azt mondja, maga az elnök, azt mondja, már nem vagyok elnök, bizonyos Eisenhower az elnök. Tehát érdekes módon ő egy egyszerű ember volt, de nagyon erős, nagyon eszes, és ő azt mondta, hogy ez nem a római birodalom, ahol egy Cézárt nem lehetett leváltani, tanulta, hogy lesz egy gimnáziumban vagy hol, és így tovább. Na most a kínaiak, már a nagyon kínaiakra nagyon pozitívan hatott, hogy ők olyan erőteljesen és jól harcoltak a koreai háború alatt, polgárháború alatt, és Mao ugyanakkor nagyon rosszul hatott, és még inkább meggyűlölte az amerikaiakat, hogy a fogságba esett kínaiak több mint kétharmada, a koreaiaknak a fele nem akart visszatérni. És a a fegyverszünet, mert először nem békeszerződésről, én úgy tudom, a mai napig nincs végleges békeszerződés teljesen,
a fegyverszünet, ott ülnek és tárgyalnak szembe. Attól még lapogatták egymást Trump és a kínai nagy vezető, de nem mindig jön be nekik. De az az igazság, hogy a fegyverszünetről is folytak tárgyalások. Ez olyan, mint valaki akar tartani egy előadást, és az előadásról tart előadást. Szóval ezek ilyen nagyon irracionális dolgok, de ezek voltak. Mauro csak annyit visszatérve, hogy ő mentette meg sokban, és részben a szovjet légierő Észak-Koreát. A hála nem politikai kategória. Kim Il-sung, a koreai vezető 1956-ban, 55-ben, majd 56-ban kihasználva a magyar forradalom miatt a Szovjetunió hát belebonyolódik Kelet-Európába, meg ott a szuezi válság, kihasználva, hogy nagy ellentétek vannak Kínában, megindul a hatalmi harc Mao Tse-tung és Liu Shaoqi között. Liu Shaoqi 22 óta élt a Szovjetunióban részletekben, jól tudott oroszul, és Sztálin 52-ben már kiszemelte őt Mao helyére, és Mao annyira betolt, hogy nem ment el Moszkvába a Szovjet Kommunista Párt 19. pártkongresszusára. Liu Shaoqi képviselte a Szovjetuniót, és még ott marasztalta Sztálin őt több hétre, és Mao szabályosan visszarendelte őt, mert már Sztálin úgy beszélt vele, mint gyakorlatilag, hogy te leszel az utód. Na most Kim Il-sungről beszélünk még röviden. Kim Il-sung egyébként, és akkor Sztálin, Kim Il-sung 55-ben és 56-ban kihasználta, hogy ez a két ország, Kína belső erő, ott folytatódnak a ellentétek, Chu Te-marssal, Liu Shaoqi, Chu Enlai, Mao Tse-tung között, ezek mind nem falangszként léptek föl, ezek egymást gyűlölték és marták, olyanok voltak, mint skorpiók egy befőttes üvegbe, kihasználva az, hogy Magyarországot, magyar fegyveres felkelés, nemzeti felszabadító mozgalom, magyar forradalom leköti a szovjeteket, Lengyelországban is nagy bajok voltak, koreai nagyon sokat tudtak a magyar dolgokról, mert itt rengeteg koreai tanult. Nagyon érdekes a diákok magatartása, ahogyan a görög emigránsok magatartása is. Fele-fele. A koreai diákok fele szimpatizált a felkelőkkel. A koreai diákok fele könyörgött a követségen, hogy ebből az ellenforradalmi országból hadd menjenek el, és volt, aki jelentkezett a karhatalomnál. Őket nem vették fel. A görögök egy részét börtönőröknek, karhatalmistáknak, a pártaparátusba alkalmazták, egy jó pár görög, nagyon jó pár görög, főleg a diákok küzdöttek a forradalmárok oldalán, és meg se álltak aztán Sopronon, meg Köszögön keresztül Párizsig, meg Londonig. Ez egy nagyon érdekes, annak idején egyetemre jártam, nagy botrány volt, mert egy diák folyamatban, 60-as évek közepe, Kádár rendszer bőven, Bikácsi Gergely nevű, fölöttem járó, két-három évvel diáktársam, írt egy regényt, Makacs égőtest, és egy Tiszta szívvel nevű almanakban ez megjelent. És onnan tudtam meg én, és egy csomó más, mert szamizdátként, korai szamizdátként terjed, hogy a koreai diákok a nyugatinál egy jó páran beásták magukat, és lőtték a szovjet katonákat. Tehát ilyen is volt, meg olyan is volt, soha azt mondom, ezért ne törjünk pálcát. Nem mondjuk azt, hogy ezek jók, ezek rosszak, egy nációra. Az élet ilyen szempontból nagyon komplikált, ez egy közhely, sőt egy primitív közhely, de ennél jobbat én sem tudok. Ez nem John Wayne film, hogy jók és rosszak. Nem lehet azt mondani, hogy minden ruszki 56-ba itt egy megszállott. Tudják, hogy hány orosz jött be ide, emigráns, és röplapokat hoztak, és kötszert hoztak, és könyörögtek az amerikaiaknak. Próbálták átállítani a szovjet kiskatonákat, meg is szöktettek egy párat. Én ezekkel csináltam még oral history beszélgetéseket. Nekem még rám hagytak egy ekkora stóc különböző röplapot, meg folyóiratot. 4 folyóiratszámot jelentek meg. Berlinből volt egy rádióadásuk. Könyörögtek az őket egyébként félig meddig eltartó amerikai hírszerzésnek orosz emigráns párta, a nemzeti NTS, a Nemzeti Munkaszövetség. Frankfurtban volt a székhelyük, több ezer ember tömörült nyugaton. Könyörögtek, sem nyugat-német kormány, sem amerikai kormány nem adott neki segítséget, az angolok még kimondottan
bántották is őket, meg a franciák, mert ők már Suezre gondoltak is, és ők arra gondoltak, hogy nem kell nekik egy komplikáció a Szovjetunióval szemben. Ezek bonyolult dolgok, ezek nagyon nagy, meg azt mondják, hogy miért nem álltak át a magyar forradalmárok oldalára többen a szovjet. Ezek úgy menekültek, aki próbált elmenekülni, ezek úgy menekültek, amikor annak idején a Szabad Európa Rádióban csináltam a rendszerváltáskor egy felhívást, hogy jelentkezzen olyan szovjet kiskatona vagy tiszt, aki valamikor Magyarországon vagy átállni próbált, vagy elmenekült, sokszor megismételték az orosz adásba, és egy Izraelből, meg Kanadából kaptam posztresztánt levelet Münchenbe, és az egyik megjelölte a nevét, leírta röviden, a másik azt mondta, hogy most sem merem leírni, mert halálra vagyok nyilván ítélve, meg vagyok ijedve, és ne is gondolj, hogy bárki fog magának válaszolni, csak annyit ezekhez a koreai gyerekekre. És a koreai gyerekek nagyon itt voltak, itt volt egy nagy koreai követség, persze, hogy jelentették, hogy a Szovjetunió itt mit művel, és persze, hogy jelentették, hogy a Szovjetunió milyen bajban volt. A moszkvai koreai követség, hiába kis ország Észak-Korea, olyan volt, mint egy, mit tudom én, egyik legnagyobb moszkvai épület. És rájött erre Kim Il-sen, és kiirtotta a koreai pártvezetésen az összes Kína barát embert, és az összes szovjet barát embert majdnem, akik a háború alatt, második világháború alatt Kínában partizánok voltak, vagy a Szovjetunióban vörös hadseregben voltak. Egyébként Koreát a polgárháború alatt nem csak koreai észak-koreaiak, de olyanok uralták, akik a Szovjetunióban éltek, mint koreaiak. Ezek távol-keleten éltek, több mint 150 ezer ember. Ezeket ők az első kitelepítettek egyike, mert 1935-36-ban őket teljes létszámba kitelepítették Közép-Ázsiába, azzal a különbséggel, hogy nem Gulágra, hanem Kazaksztánba, azzal a különbséggel, hogy ha te egy tudományos kandidátusa voltál, matematikus, és Vladivasztokban az egyetemben voltál, neked jogod van az Almaty Egyetemen tanítani. Azzal a különbséggel, ha te pártitkár voltál, járási pártitkár egy olyan járásban, mindjárt befejezem, ahol koreaiak voltak többségben, akkor te lehetsz pártmunkás Kazaksztánba is. És nem véletlen, ezek nagyon szorgosak, nagyon dolgosak, nem lusták, elkezdték uralni a kereskedelmet, a tudományos világot, sem a hadseregben, sem a belügyben nem volt nekik érkezésük, meg nemzetiség, de például a tudományos akadémiának egy negyede Kim nevű volt, így Kim Il, Kim, mit tudom én, mi, tehát, és, vagy pedig Pak, és azon kívül a mai napig is ők, akik ott maradtak, legalábbis nem mentek el Dél-Koreába, de ott maradtak még nagyon sokan, a mai napig is megbecsült tagjai a kazak társadalomban, megbecsült tagjai. Másik dolog, ezeket reaktivizálták, és a háború alatt ezeket távol-keletre telepítették, és azon kívül egy csomó koreai megszökött, akik Kínában voltak partizánok, japánok elől megszöktek. Köztük volt Kim Il-sen. Kim Il-sen 1944-ben, főleg kínaiakból, részint koreaiakból álló zászlóalj, politikai tisztje volt, egyben a elhárító tiszt besugója. Az elhárító tiszt később egy regényt írt róla, aztán egy ilyen kis brosúrát is megjelentett, hogy lett koreai barátomból és besugomból, emberemből, hogy lett Korea elnöke. Ő bizony őrnagyként leszerelt a hruscsovi időszakba, mert tüdőemboliája volt, Kim Il-sent pedig valahogy nagyon értékelték, és ő már úgy ment haza 45 után, egyébként a fia, második számú vezető, mert ő létesített dinasztiát, a fia Irkutszban született, ő kiválóan tudott kínaiul, korábban ott volt partizán, és kiválóan tudott oroszul. Ő sokban eloroszosodott koreai volt. De mondom, a hála nem politikai kategória, és főleg a politikai küzdelem is arra készteti az embert, hogy szabaduljon meg, jár meg, nem engem köztet is, nem önöket, bizonyos embercsoportot, bizonyos hataloméhes embercsoportot a világ valamennyi táján, hogy nyírjad ki azokat, akik engem fiatalkoromban ismerték, akik tudnak rólam sok mindent, és főleg akik potenciálisan a hatalomra kerül. És azoknak a slepjét, és azoknak a holdudvarát, és gyakorlatilag, amikor kirobbant a koreai háború, a 12 vezető közül 8-an úgynevezett szovjet koreaiak voltak. 1958-ban már egyetlen úgynevezett szovjet koreai volt, a Kim Il-sen. És a Szovjetunió szerzett magának egy ellenséget, de ez már Hruscsov alatt, Kínát Mao Tse-tung vezetésével, és egy fél ellenséget Kim Il-sen vezetésével Észak-Koreát. Hát ha én még tartok előadásokat,
valahol. Ha megengedik, meghívom magukat. Bárki, erre, ha kíváncsi, majd írja majd legközelebb föl az e-mail címét. Ha legközelebb tartok egy előadássorozatot, hát és ezt a témát érintem, én ezen a ponton folytatom majd. Nagyon szépen köszönöm!